A tiszafüredi óvodákba is megérkezett a Mikulás az elmúlt héten. A nyitni kék óvodások számára már csütörtökön elkezdődött a szórakozás, hiszen ezen a napon felülhettek egy lovaskocsira. A két nap eseményeiről az óvónénik készítettek összefoglalót. Jön a kocsi, most érkeztünk, jaj, de nagyon eltévedtünk, derekasan áztunk, fáztunk, no de kicsit elnotáztunk. Jegenye fa ingó, bingó, rajta ül egy ázott holló, teregeti csapzott tollát, keserű. A nyitni kék óvodásoknak már december 5-én meglepetésben volt részük, hiszen ekkor Mikulás napi lovas kocsikázáson vehettek részt. December 6-án megérkezett a Mikulás a Cseperedő és a nyitni kék óvodába is. Már korán reggel elindult, hogy ideérjen, minden csoportba bekopogtatott a gyerekek nagy örömére. Az ovisok verssel, dallal köszöntötték a Mikulás bácsit, aki megdicsérte a gyerekeket és kiosztotta a Mikulás csomagokat, az ajándékokat. A gyerekek mézes süteménnyel, meleg teával kínálták a Mikulást. És meséljetek nekem, mit tudtok a télapóról? Ha mivel szokott... Ki fogja megenni a jó öreg?
és verset is tudtok? Igen! Na, mondjatok egyetlen kell most is. Karambos! Bernadett az ajándék! Mikulás habornék! Minden áldott éjjel! Havasszornék két kezemmel! Háztetőkön széjjel! Mikulás habornék! Szentemberi ében! Járnék csengettyűkkel! Fehér hol sütésben! Mikulás habornék! Köszönöm szépen, hogy ennyi szépet tanultatok az a jövetelemre, és meséljetek már róla, mit tudtok róla, hogy mivel járok én? Szánkóval. És mi húzza a szánkót? Szarvas! Szarvas, és melyik a kedvenc szarvasom? Rudolf! És annak milyen jellemző a Rudolfnak? Miről ismerni meg a többi közül? Mert piros az orra. Bizony, te nagyon ügyes vagy, te nagyon. Hát úgy látom, hogy te azért szoktam is. Fekete a szarva! Nézzétek akkor a... Lá.
sok-e, várja lesi létele. A melegben ülni jó, átfázhattál télapot. Érezd otthon itt magad, jöjj be, rakd le zsákodat. Csebegj velünk, jó pihenj, mi könnyítünk terheden. Hagyd itt, amit rejt a zsák, komódosan menj tovább. Teng a csengőt, csing-ring-ring, csizma is.